Az idei nyár Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is rávilágított arra, hogy milyen jelentős, akár évekre előre kiterjedő károkat tud okozni a vízhiány. Például az ilyen természeti vagy egyéb ember okozta csapások megelőzésére jött létre a GeoSES program. A projektpartnerek, köztük a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat, az elmúlt években egy olyan megfigyelő rendszert alkottak meg, amivel ellenőrizni tudták azokat a változásokat és tevékenységeket, ami erősíti a klímaváltozás hatásait a Kárpát-medence északi és keleti részében. Az elmúlt nyár alapján nem kell azt különösen esetelni, hogy a klímaváltozás az nem a jövő veszélye, hanem a jelen valósága. Ezért is volt nagy jelentőség ennek a projektnek, hiszen tavaly előtt kezdődött ennek a projektnek a megvalósítása, amelynek alapvető célja egy geomonitoring rendszer megvalósítása itt a térségben. Partnereink voltak az Ungváriál Egyetem, a Kolozsvári Egyetem, a Kassai Egyetem, a Budapesti Műszaki Egyetem, amelynek keretében monitoring rendszer épült ki, főleg Kárpátalján, amely a geomorfológiai sajátosságokban bekövetkezett változásokat folyamatosan figyeli. A megyei önkormányzat feladata ebben a projektben a megyei klímastratégia adaptációja, illetve kiterjesztése volt a térségre, Kelet-Szlovákiára, Kárpátaljára és az észak-erdélyi területekre. Ezekben a térségekben korábban még nem alkottak meg klímastratégiai dokumentumot. A cél az, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében elsőként megalkotott irányelveket az adott területre jellemzően a határon túli önkormányzatok és szakhatóságok is mielőbb hasznosítsák. Az alföldi területek, amely mindegyik partnernél megtalálható, itt elsősorban az aszály, ami a legnagyobb probléma, illetve a villámárvizeknél a lakott területeken, tehát nagyvárosokban a vizek elvezetésének a problémája. A hegyvidékeken pedig ugyanúgy a villámárvizeknél áradások alakulhatnak ki, és felgyorsíthatnak olyan korábban természetes folyamatokat, amelyek a felszínmozgást erősítik, és ennek komoly gazdasági hatásai is lehetnek. A projektben az Ungvári Nemzeti Egyetem, a Kassai Egyetem, a Kolozsvári Műszaki Egyetem, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, valamint a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat végzett klímavédelmi kutatásokat az elmúlt 3 évben.